86.400 másodperc. Képzelj el egy bankot, ahol minden reggel 86.400 forint kerül a számládra. Ez nem marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit is használtál fel a nap folyamán. Hát akkor mit lehet tenni? Természetesen használd fel mindet. Mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez az idő. Minden reggel 86.400 perccel gazdagabbak vagyunk. Minden este lenullázódik, elveszik, akármennyit is használtunk fel a céljaink eléréséhez. Soha nem lesz több egy perccel sem. Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este újra felégeti a maradékot. Ha elmulasztott felhasználni az aznapi betéted értékét, elveszik. Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá másnap. Mit jelent ez? Mindig a jelenben kell élned, a mai betétet felhasználva. Befektetni, hogy a lehető legtöbbet tudj kapni az egészből, boldogságból és sikerből. Az óra forog, csináld meg, amit ma meg lehet. Hogy megértsd, mennyit ér egy év, kérdezd meg azt a diákot, akinek ismételnie kell. Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az anyát, aki koraszülöttet hozott a világra. Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, kérdezd meg a heti lap szerkesztőjét. Hogy megértsd, mennyit ér egy óra, kérdezd meg a szerelmest, aki találkozóra vár. Hogy megértsd, mennyit ér egy perc, kérdezd meg az utast, aki éppen ennyivel lekéste a vonatot. Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet. Hogy megértsd, mennyit ér egy tized másodperc, kérdezd meg azt a sportolót, aki emiatt csak ezüstérmet nyert. Minden pillanat kincs, ami a tiéd. És becsüld meg jobban, mert megoszhatod valakivel, akivel tökéletesen eltöltheted. És emlékezz, hogy az idő senkire sem vár. A tegnap történelem, a holnap rejtelem, a ma ajándék. Az vagy, ahogy gondolkodsz. Ha többet akarsz az élettől, gondolkozz máshogy.